Köszöntjük Önöket, ez itt most már a Start Plus, úgyhogy ennek megfelelően kulturális téma. Van egy fesztivál, ami összesen 3 napig tart, és az erről szóló program füzet, itt az Együtt előbb lapozgatok, több mint 30 oldalas, úgyhogy elég gazdag, komoly program kínálata van. Na hát ez lesz a témánk, a 21. Pesti Dekóti Művészeti Fesztivál, a vendégünk pedig Hedri Mária művészeti vezető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezét csókolom, és valóban az van, hogy Judittel, amikor a kezünkbe kaptuk, akkor gyakorlatilag át se tudtuk ennyi idő alatt lapozni, bár egyébként a neten megnéztük, tényleg nagyon széles a kínálat ilyen. Ilyenkor, hogy is mondjam, amikor két egyszerű program van, és kegyet szerveztem, mint művészeti vezető főszerkesztő, akkor, akkor melyiket választja? Mindegyiket. Mindegyiket? És négy nap, hogyha az első napot is számítjuk, már ez egy ilyen felvezető nap, de igazán jó programmal lesz felvezetve, mert a Merzburgi Fiú Fúvós Zenekar és a Vámos Pénzügyőr Zenekarnak a koncertje egy fantasztikus reprezentatív koncerttel indul a fesztivál, majd utána egy gyönyörűséges másik koncerttel folytatjuk egy másik színpadon, a Sebő Együttes és Sebőnek a koncertje, az ő különleges egyedi előadás módján egy Rákóczi korabeli zenei összeállítás. És akkor még Agatha Christie-ről nem beszéltünk, és akkor még gyerekmeséről nem beszéltünk. Tényleg nagyon széles a spektrum. Hogyan lehet megválasztani egy ekkora széles menü kínálatot? Elég régóta dolgozunk a szakmába, úgyhogy ismerjük úgy többé-kevésbé, és követjük figyelemmel a szakmai életet. Tehát nagyon jó kollégáim vannak, fantasztikus ízléssel, tudással, Bábics Anika, Vencon, Guszti, úgyhogy összeülünk, megbeszéljük, és meghívjuk a vendégeket. Tehát van személyes kedvence? Tehát ha azt mondanám, hogy most tudom, hogy az egyik... Egyik ezért, legnehezebb kérdést. Igen, abszolút az egyik kezébe harap, vagy a másikba, hogyha egyet ki kellene emelni, ki tudna egyáltalán emelni egyet? Egyet nem lehet kiemelni, szóval azért ezt zökezzük le, hogy valóban nem lehet. Vannak visszatérő vendégeink, akikre azt mondom, hogy 10-15 éve szinte minden fesztiválon itt vannak, ilyen Écsi Gyöngyi, aki egy egészen rendkívüli tehetségű művésznő Felvidékről, és itt van Gulyás László, a vándormuzsikus, aki szintén ő a játékmestere évek óta, szinte 15 éve a fesztiválnak. Tehát, és vannak még sokan, akik vagy minden évben vannak, vagy pedig csak 2-3 évente, de azért úgy Ládafia bábszínház, Barta Tóni a különleges eszközeivel is, ott van a Barta Tóni csúszlisztája, aztán az űrállomás, tehát ezek mind olyan nagyon-nagyon kedves, eredeti, szóval ez itt nagyon fontos, hogy semmiféle ilyen talmi dolog ne legyen ebben a fesztiválban, a gyerekeknek szól, tehát a gyerekeknek az ízlését, azt nagyon-nagyon fontos úgy alakítani, hogy ők valóban egy értékes, kulturális kínálatból tudjanak válogatni. Egy ízlés formálásról is beszélt az előbb, ugye minden fesztiválnál azért megszokott lenni, hogy mi a fő irányvonal, a fő tematika, a könnyedebb szórakoztatás, a magas művészet úgymond. Itt akkor igazából tényleg az, hogy ízlésformálás, a gyerekek ízlésének kialakítása, tehát ez a magas kultúra irányítás a cél? Nem, azért nem, mert azért ezt egy szabadtéri fesztivál nem bírja el, tehát ez egy más műfaj. Tehát inkább hagyományőrző. Tehát nagyon sok népi elem van ezen a fesztiválon, vagy olyan produkció, amik erre alapulnak. Tehát, de semmiképpen sem, szóval még felmerem vállalni, hogy az abszolút trendi, az csak tényleg úgy van benne, hogy a legigényesebbek, mint például a Rutkai Bori. Tehát... Vagy a Cseh Tamás est... És ugye nem csak gyerekeknek. Cseh Tamás már klasszikusnak számít. Klasszikusnak, ugyanakkor éppen most volt 10. évfordulója, hogy nincs közöttünk. Igen, és lesz egy Cseh Tamás gála est. Megemerném tippelni, hogy más programokat nem megbántva, hogy nagy valószínűséggel az egyik legnépszerűbb rendezvényük lehet. Biztos, hát azért csináljuk, és
Akkor van még egy pici időnk egyébként, ha 21., akkor hadd mondjam el, hogy a kiadványuk valóban 21. századi, hogyha élhetek ezzel a szófordulattal, hogy akkor mondjunk gyorsan egy helyszíndátumot, időpontot, hogy hova. Klebersberg Kultúrkúria, Pest Idegkút, nagyon könnyű tömegközlekedéssel is megközelíteni a Hüvösvölgyi végállomástól, és augusztus 29-e délután 6 órától szeptember 1-e késő estig tart. Mária nézi már a meteorológiai előrejelzéseket? Jaj, ne is mondja. Jó, tudtam. Ezt akartam mondani, hogy sok sikert és jó időt. És jó időt kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt vagy.